Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Mai beszélgető társam, Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapítója. Hello, szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást! És tulajdonképpen én mindig ezekre a pillanatokra vágytam, amikor elindult az Abaházi Presszó, akkor ezt lelki személyem előtt azt láttam, hogy én állok egy pult mögött, mosogatom a poharakat, vagy éppen csapolok valamit, vagy töltök valamit, és akkor beül valaki hozzám egy pohár vízre, vagy kávéra, és akkor te mivel foglalkozol? És akkor, hát én vagyok a Jazz Picnic alapítója. És akkor hogy lett ez az egész? És akkor te elkezdesz mesélni. És ez most pont az a pillanat. Mert tudom, hogy ráadásul ameddig te idáig eljutottál, hogy egy jazz fesztivált szervez, addig nagyon kalandos életed volt. Hát nyilván azóta is kalandos, de addig... És akkor most itt jön be az, hogy te meg valószínűleg azon gondolkodsz, hogy mennyire részletesen meséljek a kanadai életemről, stb. De kezdjük onnan az egészet, hogy tulajdonképpen neked mi az alapfoglalkozásod ahhoz képest, hogy most egy jazz fesztivált szervezel? Hát szerintem én egy örökös légiutas kísérő vagyok. Azt gondolom, hogy lélekben még egy kicsit ott ragadtam, tehát egy nagyon-nagyon tartjuk a kapcsolatot, függetlenül, hogy elszakadtam onnan. Elvégeztem közben a jogi egyetemet. Az életemnek az a része is a megfelelő szakaszban, amikor jogász voltam, akkor nagyon sok örömet okozott, meg tényleg önazonos volt abszolút. Úgyhogy a kanadai életem az leginkább egy olyan fajta menekülés volt, hogy tudtam, hogy akkor már az egyetemre jártam, hogy előbb-utóbb ezt be fogom fejezni, és muszáj lesz, nem fogok ez a sok kínlódás, meg szenvedés, meg vizsgák, meg szigorlatok után, már nem fog nyilván dr. Valde Orsolyaként repülni légiutas kísérőként, és ezt egyszer fel kell adni. Úgyhogy egy picit így előre menekültem bele, és amikor jött egy lehetőség, akkor abba hagytam a repülést. Hát nagyon sokáig azért nem tudtam megemészteni, de jó döntés volt, és jó döntés volt a jogi egyetem, és az a munkám is, tényleg azt gondolom, hogy ki tudtam benne teljesedni éveken át, és volt egy idő, amikor így mértem a munkámat, hogy jó, most 70%-ban vagyok jogász, 30%-ban fesztivál rendszervező, azt mondtam, most már 50-50, és akkor kérdezték, most már 70-30, most már 100%-ban fesztivált szervezek, úgyhogy ez körülbelül ilyen 2017-ben következett be, az volt az a pillanat, amikortól kezdve már csak és kizárólag a Jazz Picnickel foglalkoztam. A Jazz Picnickről természetesen még sokat fogunk beszélgetni, de ez engem érdekel, hogy egy emberből hogy lesz légiutas kísérő? Mi a szép szó ez? Stewardessnek szoktuk egyszerűen mondani. Igen, stuvinak. Igen, hogy valószínűleg nagyon sok lány álmodik erről, mint hogy a férfiak az autóversenyzésről, meg vagy focisták leszünk, stb., de hogy viszonylag kevesen érnek oda, nem? Hogy tényleg megkapják ezt a munkát. Most már szerintem amúgy a szakma egy kicsit így higult már, bocsánat, tehát nem volt. Tehát nagyon sok légitársaság van, nagyon sok helyre lehet menni, tehát most a higulás az nem negatív érte, vagy pejoratívan, hanem hogy tényleg most már a lehetőségek sokkal bővebbek, talán könnyebb is bekerülni. Azért annak idején a Malév azért nagyon a topon volt, tehát az volt a szerencsém, hogy amikor én kezdtem el repülni, az tényleg a fénykora volt. Legyen, bocsánat, és nem akartam sem akkor odra utalni, és a többi, de ja, a Malév már elmondom. Azért már elég régi történet, hogy akkor nem volt annyi repülőjárat, nem volt annyi lehetőség. Tehát oda bekerülni, azt gondolom, hogy tényleg kiváltság volt, nem? Hát alapból, mondjuk én nem éreztem azt, hogy én annyira biztos voltam benne 14 évesen, hogy én repülni fogok, tehát nem volt kérdés. Tehát ez de még a gyerekkorodban volt, hogy ültél repülni? Nem, én utazni szerettem volna. Pont, hogy nem utaztunk, mert akkoriban azért nem nagyon lehetett utazni. Piros útlevél, kék útlevél, és akkor így meg volt fogva tehát igazándiból a nép, és nem tudott a határon kívülre nagyon elmenni, és én ezt a lehetőséget láttam, hogy akkor elmegyek repülni, és így fog tudni világot látni. És így is lett egyébként, tehát pont akkor mentem a Malévhoz, amikor rendszerváltás volt, és kinyíltak tényleg, kinyílt a határ, és lettek újabb desztinációk. Újabb desztinációk, hosszú táv, tényleg, és gyakorlatilag nagyon rövid ideig kellett repülnöm ahhoz, hogy ezt mind elérjem, úgyhogy ilyen szempontból is szerencsés voltam, hogy magán azon a szamárlétre nagyon gyorsan fel tudtam kerülni oda, ahova másoknak tényleg hosszú-hosszú éve, vagy évtized munkája volt, úgyhogy én nagyon örülök annak a jó pár évnek, amit a Malévnál töltöttem, és mondom, legjobb barátnőmet is onnan hoztam magammal, és tényleg
életemnek azt lehet mondani, hogy az egyik leges-leges legszebb időszaka volt. És tényleg ez van, hogy az ember világot lát? Tényleg. Mert közben azt gondolom, hogy te vagy zárva egy repülőbe, megérkezel valóva, utasok leszállnak, maximum kimész a repülőtérig, tehát magáig a terminálig, aztán vissza is utazol, vagy haza, vagy tovább. Nem, tehát, látod-e a világot? Abszolút, abszolút. A Malév úgy szervezte a légiutas kísérőket, hogy nagyon sokszor például a szabadnapot külföldön adta ki, ami azt jelenti, hogy sokszor 3 napokat voltunk, akár csak Európában is, tehát, hogy emlékszem, ezeket úgy hívták, hogy település, az aténi település, a római település, a milánói település, tehát hogy és akkor volt lehetőség ott bejárni. Abszolút, tehát akkor ott voltunk 3 napot, megcsináltunk reggel egy járatot, a délutáni járattal kirepültünk mondjuk Rómába, ott töltöttük az estét, a következő napot, meg a másnap délelőttöt, és aztán hazarepültünk, és vagy még megcsináltunk egy járatot, vagy nem. A hosszú távet az meg maga volt a csoda, tehát mindenhol volt lehetőség. De te választhattál, hogy hova szeretnél menni, melyik járaton szeretnél lenni, vagy az ilyen beosztás? Nem, volt? Ez ilyen beosztás volt, lehetett kérni egy-egy jár, meg volt szabva, vagy nem tudom, egy járatot lehetett kérni per hó, és akkor azt megkapta az ember, de alapvetően szinte mindegy volt, tehát, hogy főleg miután hosszú távot repültem, tehát volt a hónap, mit hogy csak... Mitől hosszú egy táv? Hát, ami tengeren túli, vagy tehát ami a nagy géppel, az akkori nagy gépünkkel, a 767-essel repültük, ez volt a hosszú táv, Peking, Bangkok, New York, Tokió, nem tudom, Osaka, a legeslegjobb ilyen egyik ilyen utam volt, az Kenya volt, ahol 16 napot töltött a személyzet, tehát teljes ellátással szállodába, tengerparton, tehát hogy... És még fizetést is kaptam. És még fizetést is kaptunk, úgyhogy, de azért mondom, ez egy álommunka volt. Hát irigyése méltó, az biztos. Igen. És akkor te ezt kényszerből hagytad abba, mert a Malév megszűnt, vagy te éreztél magadban valamit, hogy ez neked kevés? Nem, én már elkezdtem tanulni közben, tehát emlékszem, hogy pont ezeken a hosszú távú utakon készültem a vizsgáimra, tehát ott azért volt idő, volt 3-4-5 óra, amit tényleg így intenzíven tudtam tanulni, úgyhogy ott készülgettem fel az egyetemen a vizsgáimra, a jogi egyetemen, és akkor így elvégeztem közben az egyetemet, és azért mondom, azért hagytam abba, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy tehát azért túl sok szenvedés volt, ahogy mondtam az elején, hogy most így ezzel tovább repüljek, és ne kezdjem el a jogász életet. Valde Orsolyával beszélgetek, és azért kérdeztem az előbb a doktort, mert hogy ahol írnak rólad, ott az esetek 80%-ában a doktort azt nem írják oda. Vagy te nem használod, vagy nem tudják, vagy mint Jazz Picnic alapító, szervező nem tartják fontosnak? Igen, kicsit szerintem ilyen sután néz ki, hogy doktor, amúgy Ify Valde Orsolya vagyok, tehát ez a hivatalos nevem, és így is diplomáztam, tehát hogyha mondjuk így magamra keresek, akkor mondjuk a doktor Ify Valde az inkább a jogász és a tudományos munkásságomat mutatja, és akkor a Valde Orsolya fesztiválszervező. Bocsánat, az gyorsan tegyük hozzá, hogy az Ify nem arra vonatkozik, hogy még fiatalkorú, igen. Hanem az első férjednek a neve volt, ugye? Igen, a férjemnek volt a neve, aki sajnos elhunyt, de így a nevét viszem tovább. Azóta újra férhez mentem, és az új férjemet nem zavarja, úgyhogy nagyon, úgyhogy ápoljuk közösen az elhunyt férjemnek az emlékeit. Ez mondjuk amúgy nagyon szép, tehát az a család is tehát a férjem általi család is összejár, pedig külföldön vannak több országban, úgyhogy tartunk mindenkivel a kapcsolatot. Ez egy ilyen óriási féltestvérek hálózat, amivel behálóztuk a világot, de egy ilyen nagy, szép és szeretetteli, úgyhogy... De azt tudod, hogy ez ritka? Tehát ott, ahol mondjuk az ilyen mozaik családokban inkább a gyűlölet az uralkodó, nem a szeretet. Nem. Nálunk így biztos nem véletlenül kaptam ezt, tényleg én annyira sok szeretetteli és nyitott emberrel vagyok körülvéve így családilag, még akkor is, hogyha Kanadában vannak, hogyha Izraelben, hogyha Franciaországban, hogyha Belgiumban, hogyha bárhol, mindenhol van családtagunk, és összejárunk. Nagyon sokszor palóznakra jönnek egyébként. Tehát valahogy sejtettem, hogy te ennek az egésznek te vagy a motor. Hogy nem, igen, de jól esik, tehát hogy nagyon-nagyon jó az, hogy ha kell, akkor fogom az egész családot, a pereputyot, és kiviszem mondjuk Kanadába, vagy Izraelbe, és akkor a többiek is oda jönnek, vagy tehát én ezt szeretem, és nagyon hálás érte a család egyébként, hogy ezt valaki csinálja, és jönnek, és mennek, és tényleg az, hogy palóznakon sokszor ott van az egész család, de mondjuk ez az ága, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó érzés ezt nézni. Térjünk oda vissza, hogy te röpködtél a nagyvilágban, jártad a nagyvilágot légiutas kísérőként,
És volt egy vágyad, hogy legyen egy jogi diplomád? Vagy ez honnan jött? Ilyen szülői követelmény volt, hogy már pedig kell lennie valaminek? Vagy miért pont a jogi diploma? Nem, egyáltalán nem. Én azt csináltam, amit akarok, tehát nem volt egy ilyen szülői nyomás benne. Két lehetőségem volt már így az agyamba, hogy orvos leszek, vagy jogász. És mivel nagyon rossz voltam matekból, meg fizikából, meg nem tudom, a kémiából nagyon jó voltam, de hát az nem lett volna elég ahhoz, hogy felvegyenek. Hát még gyógyszerész lehettél volna. De az nem érdekel. Tehát vagy gyógyítani akartam, vagy én akkor úgy képzeltem, hogy jogászként én ilyen segítő leszek, és egyébként éveken át az is voltam, és tehát emberjoggal foglalkoztam, gyerekjoggal foglalkoztam, kisebbségvédelemmel, utána antikorrupcióval, tehát hogy mindig ilyen témákban voltam benne, nem pedig a klasszikus ügyvédi munkába, és mondom, mivel ebben rossz voltam ellenben, magyarból, meg töriből, meg nagyon jó, ezért ez így adta magát, hogy akkor a jog, úgyhogy így mentem a jogra. És belefért az idődbe a munkád mellett, hogy... Bele, abszolút. Hogy itt tanulj. És amikor meglett a diplomád, és megkaptad a kis két betűt, akkor másképp tekintettek rád Amalévnál? Akkor még ott voltál? Akkor már nem. Tehát az egyetem elvégzés előtt volt ez a lehetőség Torontóba, és mentem ki, igen. Aha. Csak itt tegyünk egy ilyen zárójelet, hogy a hallgatók is értsék, mert én utána olvastam, de ez most ilyen szerintem a hallgatók fejében kussza, hogy te most kimentél Kanadába, hogy ott volt az a férjed, akiről meséltél, hogy később elhunyt, ugye, aki az ifi nevet adta neked. Nem. Nem? Akkor rosszul olvastam, vagy rosszul emlékszem olvasmányaimra. A gyerekek azok, akik mindig azt mondják, hogyha kérdezi valaki, hogy és megismerkednek valakivel, és hogy és a családod, és hogy igen, van egy órád, és akkor így elkezdik mondani. Nem, nekünk az, van. Úgyhogy, igen, mond egy órán, van, szuper. Tehát amikor kiköltöztem Kanadába, ott volt egy kvázi házasságom, és onnan született egy kisfiam, és ő is meghalt. Már úgy értem, hogy az apuka. Amikor hazaköltöztem Kanadából, többek között ezért is költöztem haza, akkor utána... Akkor innen valószínűleg ezért emlékeztem, ugye, hogy igen, az ő nevét. És akkor innen, akkor jött a francia férjem, akinek a neve az Ifi, és örökbe fogadta a kisfiamat egyébként, és született egy közös kislányunk, és nem sokkal később ő is meghalt. Rákos beteg volt, úgyhogy a... Megint nem a kislányról beszélsz. Nem, az apukáról. Nem, hogy a hallgatók férje. Nem, és úgyhogy igazándiból a mostani férjemnek, Szabolcsnak, akivel amúgy a pikniket együtt alapítottuk, ezért ez 10 évébe tellett, mire a félelmeit így elpárologtatta, és elmert venni feleségül. Igen, mert mindenki azért ezt a viccet mindenki eljátszotta vele, hogy nem félsz. Úgyhogy... Az milyen jó, hogy most te is most tudsz ezen mosolyogni. Hát igen, és nem igen. Nekem kellett ezt a poént elsütnöm, mert... nagyon meglepődtem volna ez a poénon. Még sose hallottam. Ugye? Igen. Jó. Akkor ezt a részét azt gondolom, hogy helyre raktuk. És akkor jön az a kérdés, amire valószínűleg szintén nem válaszoltál még soha, hogy miért pont jazz, és miért pont palóznakon? Egyébként csak még egy hozzáfűzés, hogy milyen az élet, tehát Szabolcs, a mostani férjem, ő ugyanúgy örökbe fogadta mind a két gyerekemet. Tehát most már ilyen, tehát amikor összeházasodtunk, akkor tényleg így azt mondtam, hogy ő a gyerekeim lendő apja, tehát mert hogy tényleg tudtam, hogy összeházasodunk, és örökbe fogadja őket. Nincs. Tehát vér szerint nincsen. Hát ugye az én két gyerekem közös gyerek, és Szabolcsnál is van még két kislány. Igen, most már nem olyan gyermeket neveltek, igen, de akkor igen, így. Igen, igen, tehát, igen. Ő is hozott magával, igen, kettőt, igen, te is hoztál, igen, kettőt. Igen. Dr. Ifi Valde Orsolya, a Valde Orsi, a palóznaki jazz piknik alapítója a vendégem. Kicsit megágyoztunk ennek az egésznek, hogy mi volt a múlt, és aztán hogy lett ebből az egészből a palóznaki jazz piknik. Erre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy amikor valaki egy fesztivál szervezésbe kezd, akkor valahogy feltételezzük azt, hogy hát nyilvánvalóan értehez, ezt tanulta, ezzel foglalkozott, benne volt valahogy a művészvilágban, szerzett ismereteket, kapcsolatokat, és akkor előbb-utóbb ezeket hasznosította, és csinált egy fesztivált. Ahogy elmesélted neked, az egész könnyűzenei mozgalomhoz, meg egyáltalán élethez nem sok között volt.
Nem, csak annyi, hogy nagyon-nagyon szerettem a zenét. Én egyedüli gyerek voltam, úgyhogy éjjel-nappal a zenét hallgattam, fordítgattam a számokat, így tanultam meg angolul, tehát hogy az a korszak, ez a 80-as, 90-es évek azért az nagyon a fejemben van. És úgyhogy maximum ennyi. A fesztivál szervezés az én sok-sok véletlennek az együttese igazándiból. Uh-huh. Tehát kezdődött egy szülinappal, amit a férjemnek rendeztem, a Szabolcsnak, nevén fogom nevezni, csak hogy még férről van szó. Úgyhogy tehát Szabolcs. És tehát a 40. szülinapját én szerveztem meg, és nem azért mondom, de annyira jól sikerült, tényleg. És oda Schneidberger Ferencet elhívtam. Ami úgy jött az ötlet, hogy nagyon szerette Szabolcs Schneidberger Ferencet, de borzasztóan elfoglalt, mint ő, mint üzletember, és nem tudom hány jegyet téptem össze, amikor vettem a MÜPÁ-ba, meg a koncertekre, és nem tudtunk elmenni, és akkor mondtam, hogy jó, akkor megpróbálom elhívni neki. Begoogliztam, és kiadta, hogy Mészáros Zoltán a menedzsere, felhívtam telefonon, és pont úgy jött ki, hogy pont a szülinap másnapján adott egy koncertet valahol máshol Magyarországon, Schneidberger Ferenc, és akkor így a Zoli így elgondolkodott rajta, hogy még sose csinált ilyet, de hogy akkor ez ilyen jól jöhet ki, és elvállalta. Úgyhogy tök jó volt, mert az úti költségét is osztottuk, tehát hogy már így elsőre ez ilyen jó volt, és nagyon jól sikerült egyébként a szülinapon. És ez egy meglepetés szülinapi parti volt? Igen. A férjed, Szabolcs férjed igen. Nem is tudott róla, hogy születés napjára megkapja az egyik kedvencét. Nem, azt se tudta, hol lesz a szülinapja, szóval ez ilyen vicces volt, igen, nem tudta. És tényleg nagyon jól sikerült. Zolival akkor ismerkedtem meg, a Mészáros Zolival, aki ugye a Veszprém Festnek az igazgatója. És néhány nap múlva majd őt is hallhatjuk itt egyébként az Avahezi Presszóban. Igen, és valahogy ez már régi álmunk volt, hogy Palóznak tényleg egy nagyon kis alvó falucska volt, és gyönyörű, tényleg gyönyörű értékekkel, tehát a hildíjas falu, virágdíjas, mit tudom én, mindenféle díjas kis falucska, körülbelül 500 főt számlál, és tényleg ilyen kis virágzó udvarok, náttető, és a kutya benne tette. De nektek már volt közöttök Palóznakhoz? Igen. Eszedbe jutott, hogy miért nem ehetnénk Palóznak? Akkor már olyan szép neve van. Igen, nem, Szabolcsnak volt itt háza. Én a malévos stewardess barátnőm révén én csopaki voltam. Aha. Tehát mi ott töltöttük a fiatalságunkat, minden nyarunkat, minden hétvégénket Klárival. És csopak is Palóznak, az nagyon közel van egymáshoz. Hát gyakorlatilag határos, igen. Tehát egymás fölött, mellett, tehát igen. És tehát gyakorlatilag a mostani házunk meg a Kláriék háza között van 400 méter, tehát hogy nem több. És Szabolcs úgy választottam, hogy Palóznak ott, hogy vitorlás, és valami vitorlás versenyen volt, és felnézett a domboldalra, és mondta, hogy úristen, én ott szeretnék magamnak valamit. Sok szőlőt is vásárolt, így lett a borászat, mert kiderült, hogy muszáj, tehát nem tudom hány, tehát nem tudom, ugye most a szabályozást itt elmondani nektek, de a lényeg az, hogy nagy területtel kellett rendelkezni ahhoz, hogy akár csak egy birtokközpontot ott létrehozzon, és ő semmit sem tud félig csinálni, akkor már egyből, akkor tényleg, akkor borászat, akkor beleállt ebbe, és valahogy így végig bennünk volt az, hogy Palóznak ott egy picit megismertetni a külvilággal, meg magunknak is, tehát egy valami kis élményt oda vinni, és adta magát, hogy a jazz. Mert de és akkor az első ilyen meglepetés születésnapi buli a Schneidberger Ferenccel, az tulajdonképpen a ti saját birtokotokon volt? Nem, ez Budapesten volt, de ez adta meg nekem azt az egót, hogy én akkor fesztivált is tudok szervezni, ha ilyen szülinapot így összerítjentettem, akkor jöhet a fesztivál. Egy nemzetközi sztár el tud jönni, akkor el tud jönni több így is. Van, tehát, így, volt van. Így van, és fölhívtam a Mészáros Zulit, aki így telefonon így irányítgatott, hogy... Mert hogy addigra neki már volt tapasztalata. Hát neki addigra már a Veszprém Fest, addigra már tényleg egy virágzó, sikeres fesztivál volt, és ilyen tényleg így telefonon távirányítással így összeraktuk ezt az elsőt, ami három kis koncert, tehát nem is volt, tehát nem is nagyon, nem volt mögöttem marketing, nem volt mögöttem semmi, tehát tényleg ilyen nagyon-nagyon autodidakta módon,
és alig jöttek, rossz volt az idő, tehát nem voltak sokan, a polgármester azt mondta, hogy ő elhagyja a falut, mert tehát engedi, hogy csináljuk, de ő ott sincs, tehát ő nem is lehetett elérni, nem tehát is lehetett. Ilyenkor szokták az emberek feladni, tehát hogy nem sikerüljön, meg rossz idő is van, nem tudom, hogy ez mondjuk anyagilag, tehát hogy sikerül. Ahogy jól éreztük magunkat, tehát mi jól éreztük magunkat, ott volt az összes barátunk, táncoltunk reggelig, tehát hogy így jó volt. Gondolom, de hogy volt mit inni. Volt mit inni, tehát ugye ez volt a másik, hogy a homolabort, ugye akkor még akkor nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, meg nem, tehát amögött se volt még így semmi, és gondoltuk, hogy akkor ez egy alkalom lesz, akkor kellemes kicsit így debütálni, megkóstoltatni, esetleg még el is adni belőle, úgyhogy így indult a maga a bor is, tehát gyakorlatilag. És már akkor is jazz pikniknek hívtátok? Igen, akkor nagyon-nagyon sokat agyaltunk, egy rendezvényszervező fiúval csináltam, akivel a Szabolcs szüli napját is, és gondoltuk, hogy akkor ő is úgy gondolta, mint én, hogy akkor ez így menni fog nekünk, és nagyon sokat agyaltunk a néven, és akkor nagyon jó választásnak tűnt, még Magyarországon akkor így nem nagyon volt piknik igazándiból, nem volt sok, talán az egyeki piknik velünk egy időben lett körülbelül, és egy jazz pikniket találtunk valahol, nem tudom, Szlovákia, északi részén egy kis faluba, vagy még az se, vagy nem is tudom, de hogy valami hasonló elnevezést, és úgyhogy nem féltünk attól, hogy ebből baj lesz, hogyha ez a neve, és hogy akkor született meg maga a jazz piknik. Nem nagyon akartunk még egyet, tehát én nem éreztem magamba hozzá energiát, de mert azért annyira nem sok munka volt, de annyira azért nem volt sikeres. És nyilván akkor te jogászként dolgoztál. Tehát és közben dolgoztam, persze. És nem hosszú távra, tehát az első fesztivált, amikor veszett három koncertet megszervezted, vagy azt mondja, három, igen. Akkor nyilván nem azt gondoltad, hogy na majd akkor ez egy ilyen hosszú távú sorozat lesz, hanem sem, de még legyen egy. Persze. Jól sikerült, és kész. Persze, nem volt a fejemben az, hogy ebből most így hosszú távon bármit is ki fogunk hozni. Jótékonysági alapú volt, tehát nem is volt belépőjegy, illetve ami belépőjegy volt, az nem volt kötelező megvenni, ez ilyen támogatójegy volt, minden ment a Schnittberger alapítványnak, mi voltunk vele, hogy akkor ez szóljon erről, és akkor ez így erről is szólt, és ennyi is volt, és egészen nem is akartam tartani egészen addig, amíg valahogy meghallottam Fábia Julit a rádióban, nem tudtam, hogy ő ki, nem hallottam még angolul énekelt, és akkor utána ilyen furcsa is volt, hogy bemondták, hogy a magyar blokk következő vendége, és akkor úristen, magyar volt, akkor kinyomoztam, hogy Fábia Juli és Zuhecker, és akkor volt egy ilyen, hát ez már inkább ilyen ego kérdés volt, hogy ha ez a díva palóznak ott a tájház udvarán eljönne, akkor még egyszer megcsinálnám neki ezt a fesztivált, mekkora büszkeség lenne, és ez a rendezvény szervező barátom mondta, hogy hát ismeri a menedzsmentet, rájuk ír, és egy dátummal jött vissza. És annyira meglepő volt tehát számomra ez, hogy ez a csodálatos díva, akiről amúgy nem tudtam, hogy akkor tért vissza így a betegsége után, és szinte az egyik első fellépése voltunk, azok között voltunk, igen, és ő ezt egyébként mindig el is mondta utána, hogy ez mennyire fontos mérföldkő neki Palóznak. Hát gondolom, egy motiváció is volt, hogy igen, akkor van hol fellépni, még mindig keresnek, még igen, mindig kíváncsiak. Abszolút, igen. És akkor köré szerveztük a fesztivált végül is, akkor már két naposra csináltuk, tehát 6 koncerttel próbáltuk. De ez egyből a következő évben? Igen, egyből a következő év. Próbáltunk ilyen, nem tudom, a Gábor barátom, ez a rendezvényszervező, mai napig egyébként a Jazz Picnicnek ő a kis színpadok mestere, tehát még mindig ő van ott. Ő mondta, hogy hát akkor hívogassunk mit olyanokat, akik a Julinak barátai, akkor Judy J, akkor nem tudom, tehát hogy így próbáltunk így a Juli köré, tényleg köré szervezni. Ugyanúgy a Schnittberger gyerekek jöttek, és ez két napos lett, de ellenben ez már annyira nagyot szólt, hogy teljesen megdöbbentő módon. Hogy olyan szinten sokan voltak, hogy nem fértek be. Tehát, hogy én csak néztem, hogy mi ez a sok ember? Már tartott a Juli koncertje, és kígyózó sorok akartak bejönni. Még mindig ingyenes volt? Nem, vagy már nem, itt már jegyet értékesítettünk. Még jegyet is vettek az igen, emberek. Igen, abszolút. És akkor volt az, hogy ezen így, tehát én így teljesen megvolt. Én nem vagyok egy igazi, nem az nem jó szó, hogy vállalkozó szellem, hanem nem vagyok üzletasszony, egy ilyen vérbeli. Úgyhogy nekem akkor ez meg se fordult a fejembe, hogy ebből még üzlet is lehet. És akkor jött Szabolcs, aki azt mondta, hogy így nézte, és mondta, hogy hát a férjem Szabolcs, igen, hogy ebből azért
Tehát, hogy ebből akkor most már hozzunk ki valamit, mert hogy ez már most kinőtte a tájház udvarát, és így született meg a nagy színpad gondolata. Dr. Ify Valde Orsolya, a Palóznaki Jazz Piknik alapítója, a vendégem, de miért pont jazz? Tehát, hogy amikor te elképzelsz egy ilyen kis háromnapos valamit, az elsőt, hogy akkor azt oda viszed, és akkor ott valami megmozdulás lesz, akkor miért pont ezt a stílust? Mert hiszen ezek szerint ti szerettétek, ha Schneidberger Ferencet hívtad meg a férjed születésnapjára, akkor valószínűleg úgy szerettétek a jazz zenét. De abszolút. Egyrészt azt gondoltuk, hogy ebbe a kicsi faluba ez illik. Nem tudtam volna elképzelni oda igazándiból akkoriban még mást. Most már van egyébként, tehát most már tágítjuk a spektrumot, és mondjuk heavy metalon és technon kívül igazándiból azért már vannak kísérletezések, de hogy akkoriban még annyira jazz, egyrészt nagyon szerettem, én is, Szabolcs is, én mindig, hogyha jó kedvre akartam derülni, akkor jazzt raktam be. És amúgy így a jó pár év tapasztalata mutatta, hogy viszonylag ritka, tehát hogy ez egy nagyon, tehát kevés ember gondolkodik így Magyarországon a jazzről, a legtöbben sajnos összerezzennek, és azt gondolják, hogy ez a sok ember teljesen más kottából játszanak a színpadon, és élvezhetetlen, tehát tényleg ez a, még a baráti körünkben is. Van a jazznek egy olyan műfaja, ez a free jazz, ami mondjuk, ha valaki nem érti ezt a zenét, vagy nem foglalkozott vele, annak tényleg egy kicsit ijesztő, hogy úristen, ezek itt mit csinálnak. Igen, és mégis valahogy ez ment be az emberek köztudatába, és nem pedig az a sok fantasztikus zene, ami mert nagyon érdekes most csak így átváltok egy picit egy másik, hogy most elkezdtünk roadshowzni egyetemekre, és egy ilyen pici edukációs programot nyújtunk a diákoknak, egyébként annyira sikeres, hogy teljesen felülmúlta azt, amit elképzeltem, és ott beszélünk nekik egy kicsit a jazzről, és még nekem is, számomra is meglepő volt, amikor elég sokat itt tanulmányoztam meg utána olvastam, meg nem tudom tényleg, hogy valóban mi a jazz történet, hogy tényleg, hogy ez mennyire, hogy gyakorlatilag az amerikai rabszolgák zenéje volt, és egyáltalán nem arról, és a jó kedvről szólt, és a táncról szólt. Tehát, hogy a 60-as évekig a jazz volt a tánczene, és ez csak utána jöttek ezek az irányzatok, amit már csak koncertterembe lehet hallgatni, ami már teljesen más fülekre vár, és úgyhogy mi elhatároztuk, hogy megpróbáljuk ezt visszahozni, és megmutatni, hogy annyi mindenki jazz, akit élvezettel lehet hallgatni, akire lehet táncolni. Hát igen, sokkal színesebb a jazz annál, mint amit a nagy közönség elképzel róla. Így van, és ráadásul szinte minden műfaj származtatható a jazzből, én legalábbis le tudom vezetni, úgyhogy kritika érje, biztos megtalál. A techno, igen, az jazz az alapja, hát tehát, azért, hogy úgyhogy azért mondom, úgyhogy igazándiból így tényleg le lehet vezetni, mindenben van egy pici kromoszóma, jazz kromoszóma, és mi ezt a küldetést tűztük akkor ki, mondjuk az ötödik piknik után volt az, hogy egy kicsit elkeseredtünk, mert amikor egy Jamie Cullum, aki azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen top, és ráadásul egy nagyon populáris, és egy olyan figurája a jazznek, akit és nézni, és hallgatni is nagyon élvezetes mindenki számára, hogy ő egy félházat tudott csak csinálni. Hát ráadásul még magyarországi rádiók is játszották a dalát. Így van, sokat, igen. Igen. És így is nem érdekelt annyi embert, hogy megtöltse a nagy színpadot, és akkor azt mondtam, hogy muszáj ide valami mást hozni, amivel ide csalogatjuk az embereket, különben egyébként maga a Jazz Picnic is valószínűleg elveszítette volna előbb-utóbb a létjogosultságát, tehát sok-sok éven át csak pénzt tolni bele, tehát jó, hogy van, tehát hogy én azt gondolom, nagyra értékem a mecenatúrát, de mondjuk nem ennyi éven keresztül, meg ennyi pénzt, és azt gondoltuk, hogy akkor egy ilyen edukációs program keretében gyakorlatilag elkezdünk populárisabb művészeket hívni, kezdtük ugye a Cool and the Gang-el, az volt az első ilyen év, hogy a Cool and the Gang-et hívtuk, és mellé körbe rakjuk olyan előadókkal, akiket mondjuk a magyar közönség nem ismer, de mi nagyon szeretnénk, hogy megismer, és mondjuk jazz. És igen, és most már egyre inkább azt látjuk, a magyar színpadokon ott szinte teljesen jazz van, ott is vannak ilyen kis kísérleti műfajok, de alapvetően jazz. A nagy színpadra pedig mindig hívunk olyan jazz előadókat, akár Maceo Parker, Richard Bona, most Izo Fitzroy, tehát akik azért... Akik a,
Akik nagy nevek? Akik nagy nevek, de jó, mondjuk Richard Bonát ismeri a magyar közönség, de nagyon sok mindenkit nem, akit pedig tök jó lenne, hogy megismerjen, és oda jönnek, és gyakorlatilag kénytelenek meghallgatni, hiszen várják a nagy előadót, várják Rick Astley-t, várják a Cool and the Gang-et, az Earth, Wind and Fire-t, aki egyébként amúgy funky, meg szól, az is a jazznek, a jazzből lefejlődött műfaj. Most olyan, mint hogy magyarázkodni kellene, hogy a jazz mitől nem tudom, életképes, vagy érvényes. Hát kell, de sajnos kell, abszolút kell, mert mondom, mert a saját baráti körünkben tapasztaljuk azt, hogy még nem mentem, mert én nem szeretem a jazz-t, és akkor mondjuk, hogy gyere és próbáld ki. Úgyhogy, és ezt látom most az egyetemeken, tehát megyünk, és a gyerekek így nem tudják, és utána elkezdik hallgatni, amit mutatunk, mutatunk nekik playlisteket, hogy ezt hallgassátok, meg ezt töltsétek le, és imádják, és hallgatják, és letöltik, és tudjuk egy kicsit így tágítani a gyakorlatilag a zenei ízlésüket, a zenei kultúrájukat. Dr. Ify Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapítója a vendégem. Mondtál egy olyan mondatot, nem csak most, ezt már korábban is nyilatkoztat, hogy valahogy szeretted volna felpezsdíteni Paloznakot, és ott laknak 500-an, vagy laktak 500-an akkor, amikor ti ezt elkezdtétek. Ha én Paloznakra költöztem volna azért, mert ott nyugi van, akkor nem biztos, hogy örülnék annak, hogy egyszer csak van 3 nap, amikor nem, hogy nincs nyugi, hanem, hogy folyamatosan jönnek az emberek, még zene is szól, még akkor is, hogyha ez egy ilyen elviselhető, kellemes zene. Szóval mit szóltak a paloznakiak ahhoz, hogy ott megmozdult a város, vagy a falu? Hát először, amikor így elkezdtünk nőni, akkor nagyon nem értették, és teg nagyon sok tehát ellenvetéssel találkoztunk. Kellett is egyszer egy falugyűlést tartani, amiben így amiben így a küldetésünkről beszélt, azon egyébként csak Szabolcs volt ott, beszélt a Jazz Picnic küldetéséről, meg hogy miért jó ez a falunak. És amúgy meg, tehát hogy lehetett velük beszélni, én azt gondolom, hogy ez egy mérleg, és a mérleg serpenyőiben nyilván ott van az, hogy igen, megzavarjuk a békéjüket, 3 nap a piknik plusz mondjuk építés-bontás, mondjuk egy hét, mondjuk azt, hogy egy hétig zavarjuk a nyári nyugalmukat, de emellett pedig olyan értéket teremtünk szerintem. Egyrészt Paloznakot mindenki ismeri most már, és mindenki, de jó, sokkal többen ismerik. Felhelyeztétek a való. Igen, és tényleg az, amikor így mondják lakók, hogy hát azért, hogy a kertem végében Melisandé énekelt, hát azért ez valami. Tehát, hogy tényleg, hogy nem is, az elsőnél volt az, hogy már amikor nagy színpadot is építettünk, hogy azt hiszem a Mezofor te volt az első ilyen külföldi zenekarunk, a Garden Party-val, és az volt az első ilyen nagy sok, de pozitívan, tehát akkor kaptuk a legtöbbet, hogy Uram, Isten, hát ezt sose gondoltam, hanem hát az eredeti Garden Party-ra táncoltam a saját kertembe, tehát hogy így, úgyhogy... Oké, és nem tudom, milyen a jazz közönség, vagy milyen az a közönség, aki a jazz pikniket látogatja, de a mindamellett, hogy Emily Sunday énekel a kert végében, elképzelhető, hogy mások is csinálnak mást a kert végében. Ismerve a fesztivál közönséget, azért mondom, nem tudom, milyen a ti nagyon, közönséget. Nagyon, nagyon kultúrát a közönségünk, nagyon, ez valószínűleg a fesztivál borfókusza miatt van, többek között, meg a zene, tehát, hogy ez a zene, amit mi kínálunk, ez nem tetszik, azért még mindig nem tetszik mindenkinek. És aki viszont jön, nagyon kiöltöznek, tehát nagyon, nagyon cukik az emberek, tehát hogy lehet, hogy mezitláb vannak, de ki vannak öltözve, tehát pont így nézzük a videókat. Amikor jött az egyik legnagyobb, vagy azt hiszem a legnagyobb európai független ügynökségnek a tulajdonosa, egy osztrák úriember, egy 65 pluszos, és ő is egy ilyen szálfatartású inges valaki, és így eljött a piknikre, mert hogy hozott nekünk zenekart, és jött, és ő is utána, egyébként tök véletlen utána összefutottunk vele a világba több helyen, és ott mesélte másoknak, hogy nem tudod elképzelni, ez egy olyan fesztivál, ahol mindenki egy inkbe van, mezitláb, pezsgőt iszik, üvegpohárban. Ezt nem tudod elképzelni, és tényleg ilyen a piknik, és mindemellett nem merev, tehát hogy ezért tettem azt hozzá, hogy mindezt mezitláb, tehát hogy azt gondolom, hogy ezt az emberek nagyon-nagyon szeretik, az, hogy tényleg mondom, Boris pezsgő fókuszú, ez azért szűr, és ráadásul nem is nem butítja úgy el az embereket, hogy tényleg olyan dolgokat csináljanak, amivel ártanak a falunak. Azt hiszem, hogy a legnagyobb
atrocitás, ami érte a faluban, az az volt, hogy egy nénihez becsöngettek háromszor. Tehát, hogy ez volt a... Hát kikérem. Igen, magam. Mert hogy ott volt a busz megálló, és akkor nem tudom, becsöngetett, mert hogy hol a busz? Tehát, hogy így, körülbelül így ez volt, de hogy tényleg nem is, mi nagyon-nagyon vigyázunk arra, hogy a tisztaságra, tehát tényleg meg is szokta a polgármester úr köszönni azt, hogy tényleg egy 2-3 napra rá enni lehet a földről, tehát tényleg ugyanúgy mindent összeszedünk, és egész végig egyébként a piknik alatt. Én még nem, megmondom őszintén, nem láttam olyan fesztivált, ahol ennyire azt lehet látni, hogy kis szorgos hangyaként ennyi ember ilyen zöldövezetes pólóba szedi a szemetet, és egyébként válogatják, tehát nekünk a kommunális hulladékunk nagyon-nagyon-nagyon minimális, pont ezért, hogy a lábnyomunkat ne hogy csökkentjük. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy ekkora kis falu, falu. Ugye? Tehát, hogy nincs arra felkészülve, hogy egyszer csak odaépítsenek egy baromi nagy színpadot, és ahhoz a színpadhoz megérkezzen, mondj egy nagy számot, a legnagyobb közönség. Hát ilyen 9000-es a nagy színpad. 9000 ember, akik valószínűleg autóval jönnek, tehát parkolni szeretnének valahol, és hogyha több napos fesztivál, akkor lehet, hogy ott valahol a környéken, vagy akár pont ugyanabban a faluban ott is szeretnének aludni. Elég fontos változásoknak kellett történni, vagy nem tudom, hogy változtattatok-e bármit a falun ezért. Hát mivel ugye organikusan fejlődött a fesztivál, tehát ez nem úgy volt, hogy egyszer csak kinőtt ez a fesztivál, hanem évek során egy picivel mindig több lett. Most már azt gondolom, hogy elértük a határainkat. Tehát ennél jobban nem nagyon tudunk bővülni, ami jó, mert lehet, hogy lenne bennünk ambíció, hogy még egy ide, még egy oda, de nem tudunk, tehát fizikailag nem fér be sehova, és így azért megtartja azt a, tehát eleve nem tud idejönni egy 100000-es tömeg, megtartja azt az intimitását, hogy mindenki mindig belebotlik valakibe, és ezért mondom, hogy azt gondolom, hogy a falubelieknek is ez egy mérleg, ahol a serpenyő a pozitív irányába megy el, a sok negatív mellett, tehát biztos vagyok benne, hogy persze zavarja őket, hogy hangos, zavarja őket, hogy ott hirtelen sok ember van, és mondjuk 3 napra nagyon megváltozik az életük, mert azért az csak tényleg 3 nap, de ellenben mi felajánltuk a minden falubeli kap ingyen bérletet, tehát hogy ők teljesen ingyen tudnak jönni be. Akik jönnek vidékről, máshonnan, akik nem padoznak ki, azok meg tudnak ott állni autóval, vagy ezt ki kellett alakítani? Hát ki kellett, ezzel még mindig küzdünk, igen, tehát mivel, hogy mondom, kicsi a terület, de azért amit csak lehetett, azt bevontuk parkolónak, most már talán érdekes módon így tavaly volt az első év, hogy az első nap csütörtökön használták is, de úgy, hogy tényleg régebben mindig az volt, hogy így félig meddig így beálltak a parkolókba, aztán nem telt meg a parkoló, pedig lett volna benne kapacitás. Használták a parkolókat, de hát sajnos leesett az eső, úgyhogy az özönvíz, inkább ezt mondom, úgyhogy traktorral kellett kihúzni a parkolókból utána az autókat, de ettől függetlenül most már tényleg azt gondolom, hogy használják, hozzászoktak, ennek ellenére még mindig nagyon sokan jönnek sajnos kocsival, úgyhogy közben tényleg bringával annyira elérhetőek vagyunk, a bringa útvonal mellett vagyunk, tehát hogy bringatárolónk van, tehát tök könnyű lenne a környező településekről biciklivel jönni, de próbáljuk is buzdítani az embereket, hogy jöjjenek úgy, vagy hát a buszjárataink, tehát az egész Fűzfőig mennek a buszaink, amik hozzák viszik az embereket, úgyhogy van mód. Ahhoznak egy jazz pikniknek saját buszjárata van? Igen, sok, ráadásul sok, minden évben duplázunk, tehát hogy annyira nagy rá az igény. Úgyhogy igen, úgyhogy így is meg lehet minket közelíteni, ennek ellenére igen jönnek kocsival, ez minden évben, tehát az idei évben megint ez egy ilyen nagyon sarkalatos pont, hogy ezen most megint mindig látjuk, hogy előző évben mi volt tényleg a legtöbb mondjuk hiba a részünkről, és akkor azt a következő évben próbáljuk javítani. Dr. Ify Valde Orsolya a vendégem, a Palóznaki Jazz Picnic alapítója. Azt vettem észre, hogy nagyon sok olyan fesztivál volt egyébként Magyarországon, ami úgy alakult, ahogy mondjuk a tietek is, hogy összefogtak barátok, ismerősök, csináljunk valamit, hívjunk zenekarokat, először csak hazaiakat, aztán lett nemzetközi. De nagyon sok fesztivált aztán nagy fesztivál szervezők átvettek. Most nyilván nem rossz értelemben, tehát nagy valaki azt gondolja, hogy egyszer csak lenyúlták tőletek, meg megfenyegettek, vagy azokat, hanem egyszerűen ahhoz, hogy fenntartható legyen, ahhoz valószínűleg meg, hogy növekedni tudjon, el kellett adni olyanoknak, akik ehhez értenek. Hogy ti meg tudjátok ezt tartani, vagy meg tudjátok tartani saját kézben?
Szerintem nem is nagyon lehetne másképp, az az igazság. Tehát annyira hozzánk kötődik, én legalábbis azt gondolom. Tehát hogyha mi ezt most eladnánk, akkor ez onnantól kezdve már nem lenne ugyanaz. Tehát olyan szinten a lelkünk rajta van, és a csapat is, aki velem dolgozik a Jazz Picnic, egy nagyon picike csapat egyébként, öten vagyunk összesen. Ez az öt ember. Igen, ez olyan, ezt a nagy igen, és hát plusz a sok-sok alvállalkozó, akivel évközben persze nyilván tárgyalunk, és ők is, ez egy olyan fesztivál, hogy most így remélem nem hangzik nagy képűen, de hogy mindenki annyira szereti, és olyan szerelem projekt mindenkinek, tehát az én öt kollégámnak is ez az élete, tehát hogy tényleg nem is kívánhatnék jobbat, mint amilyenek ők, mert annyira magukénak érzik, és annyira minden ezzel kelnek, ezzel fekszenek, tehát nem tudok úgy bemenni az irodába, hogy ne legyenek ott, nem tudok úgy eljönni, hogy még ne legyenek ott, tehát hogy ilyen barátság is, ilyen nagyon családias az egész, tényleg nagyon áthatja ez a családi vállalkozás érzet, és éppen és ezért... És nekik is ugyanúgy 100%, mint ahogy mondtad az elején ezeket a százalékokat, tehát hogy igaz, hogy csak 3 nap egy évben a maga a fesztivál, de ti egész évben ezzel foglalkoztok? Tehát nem az van, hogy egyszer csak azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve 2 hónapig ráfekszünk, hanem ez egy egész éves. Igen, ez egy egész éves projekt, abszolút, tehát már most elkezdünk jövő évre dolgozni előre, tehát hogy az előadók tekintetében például. Tehát hogy időpontokat kell foglalni, gondolom. Igen, de meg mindig annyi finomítani való van, meg annyi újdonság, szóval egyrészt ez, másrészt pedig azért, tehát ott a pincészet, aki most egy teljes arculatváltáson ment keresztül, és ugyanígy ez az életérzés, amit a piknik sugároz, azt gondolom, hogy minden, amihez így hoz, vagy amit csinálunk, ez ugyanezt akarjuk, hogy ez sugározzon belőle, úgyhogy a borászatnak is sok rendezvénye van, meg volt, meg lesz, úgyhogy azokban a rendezvényekben is ugyanez a csapat dolgozik, tehát hogy azért és ugyanezt a szemléletet adja át, tehát mindenhol ez a kicsit ez a glamour, ez a pesgés, még nem is pesgő, de hogy napsütés, szeretet, boldogság, barátság, tehát hogy körülbelül így ezek vagyunk mi, és csak ilyenekbe lépünk bele. Van-e nektek konkurenciátok, vagy kinek lett a Jazz Picnic konkurencia? Tehát volt-e ilyen Magyarországon, vagy a környéken, ahonnan mondjuk nektek közönséget kellett elszipkázni? Hát szerintem amúgy nem, mert minden fesztiválnak megvan a helye. Tehát, hogy amikor így megnőttünk nagyra, akkor talán volt egy egész pici konfliktus a Veszprém Fesztel, de valójában nem, ez se volt igazi konfliktus, egyrészt azért, mert nagyon, tehát tényleg nagyon szeretem Zolit is, meg mindent, amit csinál, és nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, hanem csak így a helykeresés, tehát nálunk így kialakult ez a buli, és azért biztos, hogy a Veszprém Fesztnek voltak egy-két olyan zenekar, akit hívott, aki hozzánk jobban illet. Nekünk voltak olyan zenekarok, akiket mi ki kellett tapasztalni, hogy hozzánk nem illik, hozzájuk illik. Értem. Tehát én egy Nora Jones sose hívhatnék el mondjuk a Jazz Picnicre, mert nem oda való, tehát hogy nálunk mindenki nevetni szeretne, táncolni szeretne, bulizni szeretne, inni szeretne, tehát hogy és akkor így most ez a pár év alatt így mindenki megtalálta a helyét, tehát hogy így azt gondolom, hogy tehát tényleg a Veszprém Fest egy nagyon-nagyon klassz kultúrá, és olyan előadókat tud megmutatni, akiket én sose tudnék, mert pont ezért, mert bár hiába nagyon szeretném, de nem. Veszprémnek is van egy sajátságos stílusa, de így nem van. Lehet, hogy rásütni, mint ahogy a tietekre a jazz. Tehát, hogy nem így van, nincs így ilyen van. Zenei alapja, hanem az egy sokszínű, sokkal színesebb talán zenei. Hát legalábbis úgy nem nyilvánította ki magát jazz fesztiválnak soha, mint mi. Azért nálunk ez egy idézőjelben kötöttség, nem kötöttség, csak hogy azért valamennyire muszáj jazz hozni, és valamelyik évben sikerül egy kicsivel többet, valamelyik évben egy kicsivel kevesebbet, de azért alapvetően mindig alapvetően túlnyomóan jazz zenekarokat fogunk. Úgyhogy nem gondolom, egy tök jó együttműködés van itt a többi fesztivállal, tényleg a stranddal, a sound, az sose lett volna konkurencia nekünk, mi se neki, tehát hogy... A közösség is teljesen más, meg a zene is más. Viszont arra kíváncsi vagyok, a jazz zenészek szokták mondani, hogy ők el vannak a színpadon, meg tök jól érzik magukat, de valahogy sosem vonzottak akkora nagy közönséget, mint a populáris előadók. Igen.
ezt lehetőségnek érzik, hogy most már van egy olyan jazzfesztivál tulajdonképpen Magyarországon, ahol akár 9-10 ezer ember előtt is játszhatnak? Abszolút. Jelentkeznek, hogy mennénk? Nagyon-nagyon sokan, és egyfajta ilyen tehetséggondozást is pont ezért már évek óta csinálunk, hogy mi magunk is járjuk a várost, és most már külföldre is megyünk ilyen showcase fesztiválokra, onnan ilyen fiatal külföldi tehetségeket hozunk el. Ugyanígy Magyarországot is tényleg nagyon nyitott szemmel járják a kollégáim, inkább ők a magyar vonatkozásban, és hozzák a jobbnál jobb zenekarokat. Bocsánat, csak itt megint egy zárójel, mondtad korábban a Schneidberger gyerekeket, valószínűleg nem Schneidberger Ferenc gyermekeire gondoltál, hanem az alapítványa is azzal foglalkozik, hogy fiatal, tehetséges zenészeket felkarol. Így van. És gondolom, akkor így. Igen, és ezen kívül még tök sok program, a hangfoglaló, Fülesbagoly, nem tudom, is sorolhatnám, Műpassók kéz, ahol mindenhol fiatal tehetségek vannak, és akkor belőlük is vadászunk, és nagyon szeretnek hozzánk jönni a zenekarok, mert hogy elindulnak tőlünk. Mm. Tehát, hogy nagyon sokszor viszik őket tovább, mert felfigyelnek rájuk, mert itt végre tudják hallatni a hangjukat, és lehet, hogy senki nem hívná el őket, mert nem ismeri őket, nem ismeri a nevet. Nagyon sok lehetőségük nincsen emiatt a fellépés, és akkor honnan ismernék meg őket? És nálunk a pikniken pedig azért csak oda téved az a sok ember, mert ez volt a nagy álmunk, hogy amikor a falu, régen az volt, hogy volt egy nagy előadó, a falu kiürült, és ez nagyon rossz volt, és most már nem. Tehát most már minden tele van, sokszor ott ragadnak az emberek, azt mondják, hogy a falu még izgalmasabb is, mint a nagy színpad, úgyhogy mert faluban van a három kisebb színpadunk, tehát hogy ezért mondom falunak. Ha le lehetne írni a célközönséget, mint ahogy mondjuk valószínűleg a Sziget Fesztiválon mindenki tudja, hogy 15 és 25 közöttiek mennek leginkább, vagy max 30-ig fiatalok, akik mindenféle zenét szeretnek, és szeretnek nagyon lehajasodni. Hogy a Jazz Picnicnek van egy ilyen leírható közönsége? Hogy kik ők? Kezdtük úgy, hogy ilyen 40 pluszosok voltak a célközönség, és ez szépen, ezek a 40 pluszosok elhozták a gyerekeiket, mert hogy nagyon biztonságos volt a fesztivál, és sokszor elhozták a szüleiket is egyébként. Tehát most is vannak a színpad előtt 80 évesek, akik évek óta ott vannak a pikniken, és szépen így elkezdett egy kicsit így fiatalodni emiatt, tehát így nyilván ez a, mondom, teljesen organikusan fejlődött a piknik, tehát hogy a mi marketing mondjuk költésünk, azt szerintem a többi fesztiválhoz képest viszonylag kicsi, mert annyira szájról szájra ment ez, és elkezdték hozni a barátaikat, akkor a barátaik a barátaikat, a gyerekeiket, aztán előbb-utóbb elkezdték a gyerekek hívni a barátaikat, hogy ne legyenek egyedül, és így felnőtt rajtunk amúgy már egy generáció, akik most már ilyen 22 évesek, és ez a fix pont az életükbe, tehát tök érdekes, ez a fix pont, jönnek a piknikre, és már van utánpótlás a 16 évesek, és igen, azért jó, mert maguk se, tehát emlékszem, amikor így oda jött hozzám a fiamnak egy barátja, mondjuk ez egyébként hozzájárul, az is nagy segítség, hogy mint az orgonasípok a gyerekeink olyanok, tehát most van egy 15 éves, egy 17, egy 19, meg egy 22, sok-sok baráttal, és akkor ők mindig oda hívták a barátaikat a piknikre, és ott ragadtak, és tényleg megnézem a nagy színpadot szemből egy fotón, és annyira sokan mosolygó, nevető fiatal már, és ott van mellettük a nagymama, meg az anyuka is, és valahogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen generációs híd lett ez a fesztivál. Mindenki szereti, mindenki jól érzi magát, és mindenki talál ott ismerősöket, tehát hogy ez a jó benne, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki belebotlik ismerősükbe, tehát otthon érzi magát, nincs az, hogy egyedül vagyok itt a tömegben, majd itt el leszek, majd itt ugrálok, hanem hogy tényleg mindenki mosolyog, tehát nem statisztákkal dolgozunk az aftermovie-kba, tényleg mindenki vigyorog és mosolyog a fesztiválon. Dr. Ify Valde Orsolya, a mai beszélgető társam, a Paloznaki Jazz Picnic alapítója, és szinte mindennek tudtunk arról, hogy hogyan alakult, miért pont ott, és egy ilyen kedvet is csináltál hozzá. Én még megmondom őszintén, még nem jártam ott. Viszont azt tudom, hogy idén is lesz, idén háromnapos, ugye? Most mindig háromnapos? Háromnapos, igen. És mindig augusztus eleje? Mindig ez a hétvége. Hát ugye, ahogy változnak a napok, mindig így lépegetünk egyet-egyet vissza. Most már augusztus 1-2-3, a következő év az be fog csúszni a július végébe, és aztán megint visszaugrunk majd, mert minden fesztiválnak megvan a maga helye a Balatonpartján, és nekünk itt ez a hely. És ez péntek, szombat, vasárnap? Csütörtök, pént
péntek szombat. Csütörtök péntek szombat, tehát hogy vasárnap még lehet egy kicsit pihegni, mielőtt visszatérnek a melóba. Igen. És azt gondolom, hogy most már valamiféle felelősségetek is van, tehát hogyha már voltak nagy nevek, akkor ezt a sort folytatni kell. Kik jönnek idén? Kik a legnagyobb nevek, akikkel lehet találkozni? Hát igen, különben ez egy nagyon, nagyon nehéz feladat, mert ez egy olyan sakjátszma, tehát összesakkozni az előadókat, és bele kell férnie ugye a költségvetésbe. És hát olyan előadónak, azért próbálunk olyanokat, akik nem voltak még, vagy az elmúlt mondjuk 2 évben nem voltak a pikniken, mert azért vannak sláger előadók, mint például Rick Készli. Én megmondom őszintén, én sose gondoltam volna, hogy ekkora siker lesz. Imádtam persze tinédzser koromban, de hogy a közönség még mindig ennyire oda van érte, tehát ez számomra egy megdöbbentő volt, úgyhogy ő egy ilyen állandó. És egy ilyen visszatérő vendég. Ő visszatérő vendég, de annyira, hogy már ő akarja, tehát már ő mondja, hogy igen, meg tervez vele, hogy akkor majd, akkor majd lesz időm, és bejárom a Balaton felvidéket, de úgyse lesz ideje rá, mert baj se volt, de mindegy, de hogy igen, tehát ő így mondja, hogy akkor hány évente tudna jönni, mert hogy akkor arra írjuk is be. Úgy látom, hogy őt nézem a műsor, idén nem jön. Nem, hát tavaly volt. És akkor tehát Anasztéziával kezdünk, illetve előtte Izo Fitzroy, aki egy fantasztikus szól előadó, jazz és szól előadó nő. Teljesen véletlenül bukkantunk rá egyébként, szoktunk a válogatás, amikor válogatjuk a zenekarokat, akkor nézegetjük a videókat, és csak így feldobta a YouTube, és elképesztő volt, tehát egy hihetetlen, egy mackó ruhába zongorázott, tehát tényleg egy ilyen, mint hogy éppen csak a takarításból ült volna le, de az a hang, és az a hangulat, és úgyhogy most már itt volt 2 fesztiválon, pont egyébként most vasárnap fog föllépni Budapesten, és előtte pedig Veszprémbe lépett föl, és jön hozzánk is, tehát muszáj egy kicsit megismertetni, így elő dolgozni, mert a magyar közönség szeret olyan koncertre menni, ahol már volt egyébként, tehát amit ismer. Szóval Izo Fitzroy-jal kezdünk, utána Anasztézia, hogyha nemzetközi fellépőket nézem, akkor a pénteki napon Brand New Heavies-zel kezdünk, ha minden igaz, ugye eszembe jut. Igen, Brand New Heavies, Tony Hadley, aki ugye a Spandau Ballet-nak az énekese volt, és ugye 2 verzióra szakadt a Spandau Ballet. Tony Hadley is viszi tovább a Spandaus mondjuk örökséget, illetve van egy énekes nélküli Spandau Ballet, úgyhogy inkább azt választottuk, hogy inkább az énekes jön, mert... Hát általában az énekesek. Mert az ő hangja az, amelyik ezt tovább viszi, egyébként nagyon jó, ő is, ők mind aktív sztárok, tehát nem csak retro, saját dalai is vannak, és nem is rosszak amúgy. Úgyhogy Tony Hadley és a Kraken Smackkal zárunk, na ő egy állandó visszatérő hozzánk, ő az, aki ilyen már gyakorlatilag családi barát, egy nagyon-nagyon jó hangulatú, nem gondolnák, de ő tényleg jazz, tehát ő aznap az a Brand New Heavies, ugye jazz, amit szintén nem gondolnának, hogy is mennyire jól lehet rá táncolni, illetve a Kraken Smack, akik az electro jazznek egy ilyen nagyon-nagyon karakteres képviselői. A szombati napon pedig van egy felfedezettünk, egy showcase fesztiválon fedeztük fel gyakorlatilag a Szigettel együtt, és tavaly a mi időpontunk nem volt nekik jó, úgyhogy a Szigeten voltak egyébként nagy színpados nyitó koncert, a Sommie, úgy hívják őket, egy elképesztően friss és nagyon nagyot szóló holland zenekar, már ilyen 60-70 ezes tömeg előtt játszanak Nyugat-Európában, Magyarországon még nem ismerik, de a színpad az konkrétan fel fog tőlük robbanni, ők fiatalok, tehát ők nem 80-as, 90-es évek zenéje, hanem teljesen friss. Morcsiba, aki ugye egy ilyen örök nagy szerelem, szerintem igen, nagyon sok mindenkinek, és az legalább egy dalt mindenki ismer tőlük. Igen, és az MF Robots, akit pedig visszahívtunk, mert szerintem a legkitartóbb zenekarnak járó érdemérem az őket illeti. 2 évvel ezelőtt jöttek hozzánk, és olyan szélvihar volt már a koncertjük alatt, zárták ugyanígy a pikniket, hogy 60 kilométeres szél szembe tett nálunk, ráadásul sajnos pont ha fúj a szél, északról fúj, és pont telibe találja az előadót, és az MF Robots lehozta a koncertet, tele volt már a szeme, a szája homokkal, de széles vigyorral olyan koncertet oldanak a sajnos nagyon kevés közönségnek, aki akkor ott maradt, hogy megígértük nekik, hogy szervezünk egy jó idejű estét, úgyhogy megígértem nekik szombat estére a jó időt, de ha nem is lesz jó idő, akkor csak mindenkit arra kérek, hogy már csak ezért is, hogy tényleg
tényleg megéri, ha kicsit is rossz az idő, maradjon az MF Robotson. És hát nyilván mindemellett rengeteg hazai előadó. Én most látom, hogy ki mindenki lesz. Egy jelentős részük megfordult többek között itt az Abaházi Presszóban is. Én mondok néhány nevet, aztán majd te is mondj. Fekete Jenő például, aki a 60. születésnapja kapcsán járt itt. Molnár Tamás, aki visszatérő vendég, ott egy akusztikus koncertet fog adni. Kit mondjak még, aki járt nálunk, és nálatok is fellép. Tényleg rengetegen. Kollányi Zsuzsi például. Igen, a Kvaritons, a Pénzes Máté és a Zseb, ami egy ilyen nagyon fantasztikus produkció, ugye ő presszer dalokat dolgozott fel, és valami hihetetlen izgalmas, de annyira, hogy Presszer Pici is azt mondta, hogy ez valami zseniális, tehát, hogy teljesen akreditálta ezeket az új adaptációt a saját dalainak, úgyhogy ő is, tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz a magyar felhozatal is. A magyar felhozatal nem ugyanazon a színpadon játszik, ahol ezek a külföldi úgynevezett világsztárok, hanem több színpadon tudnak bemutatkozni, ugye? Szombati napon szokott általában lenni egy magyar előzenekar, de alapjába véve a magyar zenekarok a három falubeli színpadon vannak, a Fábián Júli színpadon, ami egy nagyobb színpad, ez egy durván 800-900 fő befogadására alkalmas nézőterű színpad, ide szoktuk a kicsit nagyobb zenekarokat rakni, illetve van egy nagyon-nagyon intim kis színpadunk a templomkertben, a templom domboldalán, ami tényleg egy ilyen, az egyébként egy ingyenes helyszínünk, gyertyafényes, pokrócos, nagyon romantikus, ide ilyen zenekarokat szoktunk általában választani, bosszanovás, de amik illenek oda, és van olyan, ismerek olyan jazzpiknik rajongót, aki gyakorlatilag csütörtökön leül a Tétanzsi színpadra, mert ennek a neve, ennek a kis színpadnak, és nem kell föl a jazzpiknik végéig, és semmilyen más színpadra nem megy, csak ott hallgatja végig a koncerteket, illetve van még egy kis színpadunk, az Audi Jazz Stage, ahol mert évek óta ilyen kicsit utcazene jelleggel, ilyen nagyon jó pofa produkciók vannak, sokszor olyan sikeresek, hogy konkrétan nem lehet közlekedni, mert olyan tömeg van előttük, hogy és táncolnak, és hogy az utcán állnak, nagyon jó hangulata van, tehát teljesen más, mint a három színpad. Ami még az ilyen fesztiválok esetében fontos, mert azt mondtad, hogy nyilván táncolni, zenét hallgatni, beszélgetni, találkozni, együtt lenni, és inni lehet, mert van mit. Na de mi a gasztró felhozatal? Hogy miket esznek ott az emberek? Nagyon próbálunk figyelni erre. Van is egy kollégám, akinek gyakorlatilag ez a dolga, hogy végigeszi a food truckokat, és tehát kimegy a food truck show-ra, a food truck szövetséggel együtt válogatja ki azokat, akik jöhetnek hozzánk. Ugye ez is egy tanulási folyamat volt, nagyon sok mindent kellett itt is eleinte, csak így a minőségre törekedtünk, hogy fú, ilyen csirivili ételek legyenek, akkor azt kiderült, hogy az azért nem működik, mert annak az összerakása idő, tehát hatalmas sorok voltak, nem tudta kiszolgálni, úgyhogy szépen lassan, hogy mi is így beletanultunk, tehát olyan gasztrokiállítók jönnek hozzánk, akikkel így nem, tehát viszonylag, tehát nem igazi tipikus fesztivál gasztrokiállítók, hanem annál azért egy szinttel vagy kettővel feljebb, de hogy még olyan minőséget állítanak elő, amit azért meg tudnak csinálni viszonylag gyorsan, és ki tudják szolgálni az éhes közönséget. Egy kérdés itt a végére. Mióta, hányadik jazz piknik ez? Hát ez a 12. de gyakorlatilag ugye elmaradt egy a Covid alatt, úgyhogy csak egy maradt el szerintem. Én azt látom, hogy iszonyú lelkesen nyomod ezt. Hogy te mikor érzed sikeresnek a jazz pikniket? Mert az biztos vagy benne, hogy nem akkor, amikor azt látod, hogy mondjuk ott van 9000 ember. Tehát mikortól van számodra sikere? Akár az idejének. Tehát mitől lesz sikeres? Talán az ötödik vagy a hatodik volt az első, amikor így emlékszem, hogy így mentem végig a falun, és egyszerűen úgy éreztem, mindenkinek köszöntem, és ilyen széles vigyorral mentem, azt se tudták, ki vagyok, meg minden, de egyszerűen úgy éreztem, hogy az én vendégeim, tehát annyira így a magaménak éreztem, és amikor ezt az érzést megkapom, tehát amikor ugyanez így visszajön, most az elmúlt két év az nagyon, tehát olyan szempontból nagyon nehéz volt, hogy mindig volt valami időjárás para gyakorlatilag, tehát a két évvel ezelőtt az egész péntekünk azzal ment el, hogy lehet, hogy le kell fújni a szombati napot, mert olyan erős szél lesz. Szerencsére csak, hogy mondom, az MF Robots koncertjére végére jött meg, de akkor is,
és a tavalyi év az meg végképp, tehát ilyen szempontból egy ilyen nem tudom, 3 napos válságmenedzsment volt, sose volt ilyen, de most tényleg az volt, hogy pénteken, szintén megint a pénteki napon az időjárás jelentés azt mondta, hogy olyan ítéletidő közeledik, hogy le kell fújni a pénteki napot és a szombatit is, mert a szombati napot se fogjuk tudni megtartani attól az özönvízszerű esőzéstől, ami jön. Hát igen, meg a színpadot kell bontani. Akkor... Meg színpadot bontani, és képzétek el, hogy amúgy a legváratlanabb rossz idő, amire azt mondták a meteorológusok, hogy semmi nem lesz azzal a csütörtöki napon ütött be, de nagyon vidám volt a közönség, imádták, de tényleg. És a szombat vasárnapon pedig hiába harangozták be az óriási hidegfrontot, 5 kilométerre tőlünk ment el. Ott letarolt mindent, tehát mint egy hurikán, és a pikniket békén hagyta. Úgyhogy hát az, nekem az a szerencsés, hogyha atrocitás nélkül megy le, ha minden sztár eljön, ha az idő is úgy jó, és hogy legfőképpen, hogyha azt látom, hogy a közönség nagyon jól érzi magát. Dr. Ify Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.